Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Előttem szólók is összevonták nagyjából a három témát, ezért igyekszem én is taklékoskodni valamennyiünk idejével, és megpróbálom egyben elmondani. Elsőként is kezdem azzal, ami a Nemzeti Földalapról szóló törvény módosításával vonatkozik. Gyakorlatilag a kormány azt szeretné, hogy államadóság törlesztése lehessen felhasználni a ellopott, elcsalt földeknek kapcsán befolyt összegeket, és gyakorlatilag így meglopja a magyar vidéket a kormány. Fel szeretném hívni a figyelmet arra a gyalázatra, hogy mindezt a mezőgazdasági bizottság támogatja. Ezáltal kifejezi a mezőgazdasági bizottság fideszes többsége, hogy nincs szükség a magyar agráriumnak erre a pénzre. Kifejezi a fideszes többség, hogy a magyar vidéknek nincs erre pénze. A Nemzeti Földalapról szóló törvény jelen pillanatban konkrétan megfogalmazza, hogy mire lehet használni ezt a pénzt. Önök nem fogadják el ezt, hogy a vidék megerősítésére, a vidék népesség megtartó erejére, a kis és családi birtokok megerősítésére fordítódjék, és ezzel a mezőgazdasági bizottság több szakpolitikusa, a fideszes kormánypárti szakpolitikusa azt mondja, hogy a magyar agráriumban erre nincs szükség és nem tartanak igényt, mert a sertéságazat is, a tejelőmarhaágazat is, a öntözési rendszerek is, minden olyan jól áll a mezőgazdasági bizottság kormánypárti többsége szerint, hogy mindezekről már le lehet mondani, és nyugodtan jóvá lehet hagyni azt a kormányzati forrás einstandot, ami teljesen jogszerűtlenül megpróbálja lenyúlni ezt a pénzt. Tehát nyilvánvalóan ez az egész mezőgazdasági bizottságra ugyanolyan szégyen, mint ahogy az FM-re szégyen, aki a vidékfejlesztéstől és a vidéki emberektől lopja el ezt a pénzt, amit egyértelműen egy korábbi alkotmánybírósági döntés kimondott, hogy mire lehet használni, és nyilvánvalóan ez lenne az elvárás, tehát ezt a részét nem lehet támogatni. Nem szeretném megismételni az általános vitát, akkor is itt volt a Fidesz Benedek Fülöpje, akkor is meghallgattuk a hurrá optimista szólamokat arról, hogy milyen jó is volt szétosztani ezt a földet. Egyértelmű, és jelen pillanatban ugye nem is tudja cáfolni ezt senki, hogy a földek arányaiban azt lehet mondani, hogy a birtokosoknak, a vevőknek, licitálóknak 15%-a vásárolta meg a föld közel 63%-át, 48%-a vásárolta meg a 33%-át, és 38%-án jutott mindösszesen a 3,8%-a. Igaz az a kormányzati propaganda, hogy sokan licitáltak, viszont a számszakilag a vevők túlnyomó többsége a 3-5 hektár közötti liciteken és a 3 hektár között alatti ajánlattételeken vett részt, és nekik jutott a kicsi. Ugyanakkor az összes többi az NFA törvény szellemével ellentétesen lett értékesítve, ennek megfelelően azt gondolom, hogy egyszer egy normális kormánynak az eredeti állapot helyreállítását kell kezdeményezni, tehát innen a parlamentből is jelen záróvitában is elmondom azt, hogy ne legyen nyugodt senki azon milliárdosok és fideszes zöldbárók és magoszos vidékcsalók közül, akik most föltették erre a lehetőségeiket, esetleg hitelt vettek fel, mert ezt helyre kell állítani, és nem lehet ezt a gyalázatot megtartani, hogy így csalták ki a magyar nemzet örökségét, és lehetővé tették ezt az egészet. Farkas Sándor képviselőtársam említette azt, hogy ennek a vitája egybe volt Lázár János miniszteri meghallgatásával. Nagyon-nagyon sokat árulkodik és mond el az egésznek a szelleméről az, hogy Lázár János távozása után ugye Kis Miklós Zsolt államtitkár úr, azt gondolom, hogy kompetens agrárszakemberként nem tud választ adni arra, hogy mi a kisbirtok és nagybirtok. Én kértem, hogy mondja meg hektárban, jószágszámban, aranykoronában, amibe akarja, elmondta, hogy nem tudja ezt megmondani. Innentől kezdve mindenféle kormányzati propaganda, ami arról szól, hogy hogyan alakítják a kisbirtokokat és a nagybirtokoknak az arányát, az csak hazugság lehet, hiszen egyetlen agrárpolitikus és a miniszterelnökség egyik felelős munkatársa sem tudja megmondani azt, hogy konkrétan kit tekintenek kisgazdálkodónak, családi gazdálkodónak, milyen indikátorok alapján. És mindezért azt a határozati javaslatot, ami azt tenné lehetővé, hogy lezárjuk azt, amit el se lett volna szabad kezdeni, ebben a formában nyilvánvalóan nem lehet támogatni. A lehet más a politika kiáll amellett, hogy mindazokat, akik ezt a gazemberséget végigasszisztálták, aki a liciteken és a nemzeti földalapban kijátszották a nemzeti földalapról szóló törvényt, azok előbb-utóbb bízok benne, hogy Benedek Fülöphöz hasonlóan majd számon lesznek kérve, és bízok benne, hogy előbb-utóbb köztörvényes bűnözői kategóriáikat elnyerik azért, amit a magyar vidék jövőjével tettek. Összességében, miután megismételni nem akarom a korábban elhangzottakat, arra kérem az országgyűlést, hogy gondolja meg a sorsát, és ne támogassa ezeket a galátságokat, mert ezek a jó erkölcs ellen és a jogszabályok ellen egyaránt vétenek. Köszönöm a szót, elnök úr!